Sziasztok, itt ez újra a Filmgamer csatorna egy speciális adása. Még egy korábban volt egy Warcraft adás, amikor ígértünk egy másik részt a legújabb Warcraft újdonságokról, illetve a közeljövőről. Hát most ezúttal ezt a Warcraft Legion kiegészítő hozta el, a Légió. Köszöntöm újra Hagymalovagot, vagy Hagyma TV-t, vagy nem tudom, hogy is hívjanak továbbra is. Hagyma vagyok, sziasztok! Vagy csak Hagymaként. És hát ugye most augusztus 30-án jelent meg az új kiegészítő. Te már ilyen sokat játszottál, bétáztál vele, ugye már? Hát igen, mondjuk én még nem rendeltem elő, de a barátomnak az akuntjával kipróbáltam, elég sokat játszottam vele, megcsináltam ugye az izéket, az előküldetéseket a saját akuntommal, meg kipróbáltam a Demon Hunter-t. Mi van, aki ilyen előküldetés, akkor összekötik a... Hát igen, mert most nagyon pedáloznak egyébként így a Blizzardnál, hogy valami normális legyen. Mert ugye amikor kijött a Burning Crusade, sőt nem is, amikor megnyílt az Ankirály, még klasszikban, és ott volt egy ilyen kapunyitás event, és ez olyan hihetetlen jól sikerült egyébként akkor, hogy... Na az ilyen raid, vagy hogy érted, hogy ilyen raid valami... Hát az úgy működik, hogy gyakorlatilag egy... Tehát arról beszélek, hogy ugye van a World of Warcraft világa, és ezekben az időkben egy ilyen kicsit ilyen interaktívvá válik az egész történet. Amit a Guild Wars 2-ben tudod játszott, és annak ilyen ilyen... Hát azzal nem játszottam itt, az a lényeg, hogy bizonyos cselekedet dolgok történnek a térképen, illetve a világban, ahol oda megy a karakter, és akkor ezeket a dolgok... De azt így bejelentik el, tehát nem úgy alaphoz jár a játékokhoz, hanem mitől szólnak közben egy fél év után, hogy na most akkor... Így van, így van. Tehát igazából a kiegészítőnek a felvezető questje ez, és akkor ugye a kiegészítő arról szól, hogy mit tudom én... De ez ingyenes, tehát ezeket nem... Persze, ez bárkit ingyenes, hát hogyha előfizetsz a játékra, van érvényes előfizet, akkor ezeket tudod csinálni. És akkor gyakorlatilag ugye arról szól a történet, hogy megtámadja a légió is az Azerothot 16-ot szorra, vagy nem tudom, hanyat szorra, és ismét ugye jönnek a hatalmas meteoritok és a démonok elszabadulnak, és akkor az emberkék is szaladgálnak össze-vissza a térképen. Meg van egy felvezető szkenárió igazából, ami egy ilyen raid inkább, tehát azt hiszem 15 fős, és annak van a végén egy-két szerintem elég jó. Akkor nem is olyan nagy, nem? Mert van ilyen 30-40 fős raid. Hát most már nem nagyon van 30-40 fős raid egyébként a World of Warcraft-ban. Tehát, sőt, tehát egyáltalán nincsen 30-40 fős raid. Nem voltak sikeresek, vagy nem volt jól optimizálva, úgymond, vagy mi, vagy... Már úgy értem, hogy valam szólva, vagy mi volt vele gond? Hát, szerintem a fő probléma az volt egyébként, de 40 fős raid egyébként szerintem... Nekem rohadt nagy volt régen, amikor játszottam. Klasszikban volt csak. Igen, ez nekem annyira átláthatatlan volt, hogy... Hát, igazából, tehát hogyha valaki tényleg... Tehát ha rámegy arra, akkor lehet, hogy... Akkor megtudja ezeket a 40 fős... Ezeket. Itt a probléma az volt, hogy nem volt ember, tehát alapvetően ugye a klasszikban ráadásul sokkal-sokkal kevesebben játszottak, még annál is, mint amennyien most játszott, szerintem, mint amennyien most játszott. Elvileg nem, hát nagyobb volt az előfizetési, hogy folyton csökkent az előfizetési szám, vagy most hát így... egyáltalán nem folyton csökkent, mert a maximum, tehát folyton növekedett egészen a... Már nem úgy, bocsánat, és tehát a Pandariától kezdve körülbelül, tehát... Hát igen, és szerintem annál kevesebben játszottak egyébként klasszikban ezzel a játékkal. Nem tudom, mert elvileg az előfizetések száma az nagyobb volt, aztán, hogy meddig játszottak, utána azt nem tudom, de... Meg ugye mindenki azt sírja vissza, azért csodálkodtak. Hát a klasszikot azért nagyon kevesen sírják vissza, legalább szerintem, akinek van esze, az azért annyira nem sírja vissza, de mindegy is az a lényeg, hogy ott ugye 40 fős rédek voltak, és ott nagyon, tehát nagyon kevés magyar játszott, nagyon kevés különböző nemzetiségű ember játszott, szerintem sokkal kevesebben játszottak akkor, mint most, és nagyon nehéz volt összehozni a 40 embert. Ráadásul úgy ugye, hogy akkor még nem nagyon voltak ezek az addonok, meg különféle kiegészítők ugye a játékban nagyon elterjedve. Teljesen új volt ez az egész koncepció, hogy egy játékos az nem csak a saját magáért felel, hanem az egész csapatért felelős igazából. És hát így van, tehát személy szerint, és ugye ez azért sok problémát okozott, hogy mit tudom én, akkoriban, hogyha te papot indítottál, akkor, amikor még azt se tudtad, hogy mit jelent az, hogy World of Warcraft-ra papot indítasz, akkor kötelező volt akkor healelni, ugye, és
És tehát a kötelező rákényszerített De azt hittem, szerepet. sokan azzal is lehet harcolni. Mi aztán lehet, hogy azt akart. Hát lehetett volna Hát egyébként, tehát lehet, csak volt, nem abban volt a olyan fel. talentje, csak iszonyatosan használhatatlan volt a rédeken. Meg ugye nagyon kevés healer volt, nagyon kevés tank volt, nagyon Hát még ez kevesen... a többinél is gond, egyébként többi ilyen játéknál is, Rotrunál is gond volt, szóval. Így van, és... Nem szerették elsőre annyira, vagy nem tudom ezt a kasztot, vagy csak nem ismerték, ahogy És mondtam. aki tudott hílelni, annak kötelező volt hílelni. Tehát nem volt olyan, tehát hogyha te eljött egy klánba, akkor ott nem volt olyan, hogy azt mondják, hogy én pap vagyok, de én nekem nincs kedvem hílelni. Hát akkor menj a faszom. Bár bocsánat, menj akkor innen el. Tehát nem kell akkor, tehát akkor nem kell itt rontani a levegőt. Mert hogyha valaki pap volt, akkor hílel, ha druida, akkor hílel, ha paradin, akkor hílel, a warrior tankolt, és az összes többi meg DPS-ek. Paladin is healer, hát ezt nem tudom, ez azért ott... Igen, mert annyira healer hiány volt, hogy a Ja, paladin értem. is healert. És ráadásul ugye elvileg három talentje volt akkor, amiből gyakorlatilag kettőt lehetett igazán használni, mert volt a Retri Paladin, meg a Holy Paladin, és akkor volt egy Protection Paladin is, ha jól emlékszem, akkor már Ja, volt. igen. De a lényeg az, Nincs volt. hogy Protection Paladinnal sehova senki nem ment. Tehát a Warrior volt a tank, a Paladin a healer volt, a raideken természetesen. A PvP-vel pedig Hát de akár egy grupba is, hogyha ott is elesik. így van, tehát mindenki hülyének nézett és leoltott, hogyha te paladina voltál, és nem híleltél. Na mindegy is, és akkor ez gyakorlatilag kialakította azt, hogy itt kötelező szerepek voltak, olyan szerepek, amiket az emberek egyébként nem vállalnának föl, meg nem is vállaltak föl. Ehhez hozzájárult az, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevés volt igazából szerintem a játékos akkor még, és ez azt jelentette, hogy nem lehetett kiállítani 40 főt. Tehát nem volt 40 fő. Tehát amikor én játszottam, még két-három klán volt az, amivel együtt mentünk rédelni mondjuk Molten Core-ba, meg BVL-be, és úgy tudtuk megölni, tehát úgy tudtunk végben. És nem egyszer, nem kétszer volt olyan, hogy amikor az emberek nem értek rá, meg nem jöttek, akkor nem 40-en mentünk, hanem 30-an mondjuk, vagy Az a másik 25-en. legkevés volt, vagy Tessék? az már számított, tehát akkor az már Hát az éreztétek a... persze, hát az olyan rohadt nehéz az állat. Jó, mondjuk Molten Core-nak az első felét, azt meg lehetett csinálni 25-en is. De utána azért jöttek olyan bosszok, ahol igenis kellett a DPS, kellett a megfelelő. Ugye akkor nem volt még Enrage Time, hogyha jól emlékszem. Ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag te 5 éven keresztül is ütheted a boss-t. Az ő nem fog... Tehát hogyha csináltad fel a taktikát, akkor a legtöbb boss az így lement. És hát szerintem ezért ugye először 25-re csökkentették le a rédeket. Aztán ugye volt még klasszikban egy Zul'Gurub réd, ami 10 fős volt. A 40, vagy nem, az 20 fős volt akkoriban. Na mindegy, volt egy kis számú, meg egy nagy számú réd, aztán 25-re lecsökkentették Burning Crusade-ban mindent. Aztán lett olyan, hogy 10 fős, 25 fős, aztán most már ugye flexibilis, tehát most már gyakorlatilag 10-től 25 főig annyival mész, amennyire akarsz, kívülve ugye a mítiket, mert ott... Be is lehet állítani, nem? Mert a Rotonál is úgy van, hogy be lehet állítani, hogy... Nem, itt nem állít a semmit. Ahogy belépnek a játékosok, úgy nehezik az Insta azonnal. Tehát úgy megy föl a... Ja, értem, hogy ahhoz... Élete, persze, úgyhogy... Most már gyakorlatilag ilyen probléma nincsen. De mondom, tehát most ez az event, ami most van, ez egy 15 fős ilyen event, ami egyébként mondjuk nem túl nehéz, viszont elég érdekes maga a videó, meg úgy elég hangulatos. Az ember, hogyha megcsinálja és először látja, akkor bizony megjön a kedve azért a kiegészítőhöz. Bár én nagyon nagy csalódtam egyébként Demon Hunterben. Igen, mi az a koszt? Nekem azért furcsa, hogy most már összekeveri az ember, már legalábbis a tudatlan, aki csak a Blizzardról hallott mondjuk, hogy a játékot nem játszotta, ugye van a Diablo és a Demon Hunter, szóval már keveredik az univerzum idéző. Nem tudom, hogy hasonló is-e, egyébként már olyan szempontból, hogy... Egyébként, ahogy én hallottam, a Diablónak a készítői átmentek a WoW kiegészítő megcsinálására, tehát és teljes mértékben egy csomó olyan dolog jön bele a játékba, ami a Diablóba volt. Tehát
tehát az itemizáció, a fejlődési rendszer, tehát iszonyatosan megváltoztattak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok mindent. És egyáltalán nem véletlen, tehát az, hogy a Demon Hunter lett a kasz szerintem. Hát ez egyébként egy a... hasonló, mert hogyha jól emlékszem, akkor a Diablo-ban is az egy ilyen mobilis... Minden ilyen távolságuk az, de... Mondjuk itt nem távolsági, de egy jó, hát itt nem, de... hihetetlen mobilis kaszt egyébként. Igaz, hogy mozgékony, fogalmazunk ki, igen. Igen, de nagyon, nagyon, én nagyon csalódtam benne, megmondom őszintén, én vártam valami különleges dolgot, de... Miért, de... Hogy de miért csalódtál, hogy nem olyan különleges, vagy nem hatalmas, Hát nem elég ugye hasznos? alapvetően nehéz most bármit is mondani, tehát én nem bétáztam, illetve direkt nem bétáztam, mert nem szeretem lelőni magamnak a poénokat, de azért azt tudni kell, hogy... És azt tudni kell, hogy az igazán, ahogy kijön a dolog, az 100, tehát a 110 szinten lesz, tehát a maximum szinten lesz. Ja, az is a maximum, a 110? Hát, már mit szerintem igen. Mindjárt nézem. Már olyan sok szint van már. Hát, ez nem is fontos igazából annyira szerintem. Most már. Tehát, hogy igen, 110 lesz. És tehát ugye lesz egy olyan dolog, hogy ilyen fegyvereket kap minden játékos, amit nem lehet lecserélni. Tehát ugye mondjuk a sisakot, a melvértet, meg minden mást le lehet cserélni. Réd elejéig, vagy? Nem egy réd elejéig, hanem a kiegészítő elején mindenki kap egy legendári fegyvert. De csak a régióban, tehát nem az egész játékra lesz lefixálva, mondjuk, hogy mit te ezt használhatod te. Én nem is értem. A karakter többet nem tud fegyvert választani. Ja, értene. És De ez csak a légió után, vagy előtte is átalakítja? Hogy mit tört? Nem, szerintem az csak a légió után. Tehát de a történet az... szerint, amikor az ember, tehát amikor átmegyünk ugye a Broken Islandre, akkor az új területekre, akkor ott lesz egy quest sorozat, aminek a végén megtaláljuk, megkapjuk valami nagyon híres fegyvert. Tehát mindenki megkap valami iszonyatosan híres de fegyvert a játékban. Önök akkor. Igen, igen, jó, igen. Olvastam róla csak. És ezek folyamatosan veled fejlődni fognak. Tehát ez azt jelenti, hogy... Ez olyan, mint a Lotroba is van a legendary weapon, de ez már vagy 8 éve lassan, vagy 6-7 éve biztos. Hát lehet, hogy onnan vették egyébként. 2008 óta olyan Moria kiektője. De hát elég sok mindent állt, az öcsémeteket is onnan vették. Hát meg számtalan dolgot össze-vissza, tehát egyáltalán... Tehát nem csak a Blizzardtól lopnak, hanem fordítva egyébként, mert azok előbb használták. Ez egy más, teljesen más téma, és erről órákat lehetne beszélni. De szerintem a Blizzard az sokkal többet lopott, mint amennyit a Blizzardtól loptak. Hát, egyébként erről csak lehet. Csak a megvalósítás az... Ja, Warhammer, stb. Ugye? Így van, így van, így van. De csak a megvalósítás az egy, az itt által, tehát a Blizzardnál általában iszonyatosan profi. De, na, ott tartottam, és akkor ugye ezek a fegyverek fejlődni fognak veled. Ezeknek lesznek tulajdonságai, abilitei, amit ismét el tudsz használni. Tehát ki gyakorlatilag plusz képességeket. Ilyen aktív képességek is? Igen, igen, igen. Passzív. Igen. Na, akkor az jó, mert szóval a Rotorba csak passzívan talán. Tehát... És akkor ez gyakorlatilag ez azt is fogja jelenteni, hogy akár komplet rotációk fognak megváltozni, tehát teljesen máshogy kell vele harcolni. Ez kézzelnek meg skill készület, arra gondolsz? Hát igen, tehát hogy igen, más skilleket kell esetleg használni, más sorrendben, más dolgokra kell figyelni. Ugye most a Demon Hunter gyakorlatilag egy ilyen Fury Warriornak felel meg, tehát hogy teljesen, én nagyon felháborodtam egyébként, én mondtam itt a haveromnak, hogy ez amit tehát azok a tervezők, akik megtervezték a Demon Hunter-t, azok menjenek haza, és ne kérik fel a fizetésüket soha többet. Tehát, hogy ez nem. Tehát csináltak egy Warrior-t igazából. Ugye alapvetően... Mozgék, olyan Warrior, azt ennyi, nem? Hát így. Szerintem ilyennek kellene lenni egy Fury Warrior-nak a World of Warcraft világában. Egy tényleg egy gyorsanütő, egy mozgékony, egy ugrálós, de egy sima Warrior. Tehát ugye alapvetően egy kasznak a legfontosabb tulajdonsága az, szerintem, hogy, illetve minden kasznak a legfontosabb tulajdonsága az, hogy van egy bizonyos energiabázisod, tehát manád, powered... Hát a Diablo 3-os így van egyébként. Igen, igen. Ez egy általános dolog. És ezt gyakorlatilag akkor vette jó játékos, amellett, hogy össze-vissza mozogsz, hogy ezt
ezt te hogy menedzseled? Tehát ezeket az erőforrásokat te hogy menedzseled? Milyen... Osztod be, mire, hogyan... Így van, így van, így van, így van. Tehát Mennyi mennyiségbe, arány. Igen. Igen, szerintem ez különbözteti meg a jó játékostól, a rossz játékostól, illetve hát az, hogy mondjuk ezeknek az embereknek utána néz az a jó játékos, hogy ezt hogyan kell csinálni. Nyilván azért nagyon kevesen találják ki saját maguktól az ideális rotációt, nem? De kb. Ennyi. És a Demon Hunternek jelen pillanatban most egy Furi nevű Furi nevű. Nem, hát az a neve, bocsánat, igen, az a neve, hogy Furi. ez az energia, ami folyamatosan növekszik, tehát bizonyos képességek hatására növekszik, és bizonyos képességek hatására meg csökken. És tehát ugye először az a lényeget, hogy ezt felpumpált és elhasznált. Felpumpált és elhasznált. De ezt nem ma találták ki, tehát ez a Warrior az így működik egészen konkrétan klasszik óta. Már hogy érted? Hát úgy, hogy neki rage-e van, nem furia. De ugyanúgy... Az megmaradt, ugyanúgy? Hát ugyanúgy működik a Warrior is, hogy ő is rage gyűjt, és rage-et veszít. És tehát nem arról van szó, hogy kitaláltak valami teljesen új koncepciót. Ja, ugyanaz van a Demon Hunternek, de hát ez szép. Igen. Tehát, és lehet, hogy ez változik. Tehát még egyszer mondom, tehát biztos sokan szeretek ezt meghallgatni, és lehet, hogy sokan utána olvastak, és csak én nem szeretem lelőni magam előtt a poénokat, ezért valószínűleg vannak hiányos ismereteim. De ez most így igazából olyan nagyon nagy különbséget nem látok a Demon Hunter meg mondjuk a Warrior játékmenetek között. Ugyanakkor mondjuk azt hallottam, hogy a DPS-nél a Demon Hunter, illetve utána olvastam, hogy a DPS-nél a Demon Hunter az el fog maradni a többi. Nem, azt hittem, igen. Hogy mozgik, hát meglátjuk. Ez egy tipikus ilyen adkezelő, ilyen gyorsan targetet váltó. Ez lehet, gyorsabban lehet akár egyedül is haladni egy darabig, mert ugye úgy van megcsinálva, hogy... Hát, ja, meg ugye mondjuk az, hogy van egy, mondjuk egy hatalmas terem, és akkor gyorsan föl kell venni, vagy gyorsan addot kell kezelni, ami kiömlik a másik oldalról. Hát tényleg agro az van még egyébként, vagy ez megszűnt, vagy hogy van? Hát van valami egyébként, de mondjuk... Ez a lényegtelen. Ez mókás, szerintem. Tehát most már a tank az nem agrót generál, tehát nem az a lényeg, hogy őt, nem az a dolga, hogy őt üssék, hanem az, hát, hogy... Hát igen, hanem... hanem hogy túlélje. Ja, értem. Az igen. Tehát ő neki most már, tehát a tankoknak teljesen átváltozott a szerepük. De már régóta egyébként. Tehát akkor most már ő is félhet? Ez arra is utal, vagy... Nem, ez arra utal, hogy ugye egy rossz tankot egy jó tanktól azt különböztet meg, hogy ugyanabban a gírben egy jó tankba kell, mit tudom én, 20 ezer heal per szekundum gyógyítás, egy rossz tankba meg 50 ezer. Á, értem. És előbb-utóbb ugye, tehát ahogy az ember halad előre a contentbe, ugye egyre nagyobb kívások lesznek, egyre jobban ütik a tankot, és előbb-utóbb, hogy egy rossz tanknak nem lesz elég a sebzés felfogása, mert ugye a tankoknak hát olyan képességeik vannak, amik ugye a sebzés csökkentik. Igen, meg hát alapból is nagy HP páncél is az ugye náluk a, nem tudom, az maradt-e, de nagy HP, nagy páncél az náluk lehetett rakni, tehát. Meg hát ez a skill-ek, ahogy te mondtad, a így van, és akkor beszízt egyebek. Így van, meg hát van egy csomó feladatuk is egyébként, általában most már szerencsére. Tényleg vannak ilyen saját küldetek, nem tudom, viszont, hogy benne lett volna az alapjátékban, hogy minden kasznak oda egy saját küldetek, és ágasor, az nincs benne. Néhány epigében ez volt egyébként korábban is. Hát ugye most ez nagyon érdekes lesz, tehát most mindenkinek lesz saját küldetésága, én biztos vagyok benne, hiszen a garizónnak a továbbfejlesztése lesz ez a... Hogy is hívják ezt? Mindig elfelejtem. Ja, az a Draenor kiekbe jött, nem? A garizón a... Vagy már előtte, már most annyi kiek van, hogy már... Nem, a garizón a Draenor kiekbe jött, de most lesz egy nem garizón, hanem... Neve is lesz. Igen, egy ilyen speciális, egy pillanat elnézést kérek mindenkitől, hogy így... Order Horse, vagy ez a Transmogriffy, vagy melyik? Nem, egy másodperc. Egy pillanat, és már mondom is. Mindegy, az a lényeg, hogy mindenkinek, tehát minden kasznak lesz egy központja.
igazából. És tehát mit tudom én, a paladinoknak lesz egy rendházuk, a papoknak Hát egy szerintem ez temető. lehet az az order, ahol amit olvastam, mert itt Ja, írt. Order Hall. Igen. Ez a hall, ez És az tehát lesz. mindenkinek máshol lesz, gondolom, vagy nem. Hát nem minden karakternek lesz máshol, hanem minden Vagy kasztnak lesz kasznak, máshol. kasznak. És ugye ott azoknak feladatokat kell csinálni, azok... Ez jó. És az egészen az egyes szintől, vagy csak a... Nem. Ez én biztos vagyok benne, csak a Csak... kiegészítőtől lesz. Aha. Amikor az jobb lett volna, hogyha, de azt gondolom nehéz feladat lett volna. Hát Vagy persze. Jakú játékosokat az a be lehetne húzni. Hát én nem hiszem egyébként. Tehát, nem, tehát ezeket a dolgokat szerintem csak azok értékelik, akik azért tudják, hogy miről van szó. És úgyhogy itt is lesz, ugye a Garizon maga, mint ötlet, ez egy borzasztó jó dolog volt, de szerintem a Blizzard ezt kivételesen nagyon-nagyon Ez mi is rosszul volt adotta pontosan? meg. És hogy valaki nem tudná, nem is tudom már annyira, de... Hát az a lényege, hogy tehát volt egy küldetésszoros sorozat mindenkinek, és te fölépítettél egy saját várost magadnak. És És akkor akkor ott lehetett azt hiszem csatárni is, ostromozni, nem? Vagy ez volt, ott más... ostromozták, ostromolták is, meg mindenféle dolog volt ott. Volt mint olyan 10 darab építési terület, és akkor volt kb. 15 darab féle ház. És akkor ugye, amit te föl akartál építeni, azt fölépítetted, volt egy kis bánya mellette, egy kis kert, ott mindenki tudott bányászni, az is, akinek nem volt bányászata. A kertben mindenki tudott virágot szedni, az is, akinek nem volt herbalizmusa. Ez egy kis Minecraft idézője, vagy ilyen, nem tudom, vagy Hát ilyen ez nagyon szerver, busza volt vagy ilyen egyébként, egyszerű. tehát Amint a igazából... Fallout 4-ben volt ott is egy épített, ugye, védett. Hát a Fallout 4-ben is iszonyatosan sokkal jobb volt, tehát itt gyakorlatilag egy előre elkészített séma alapján, next, finish alapján építetted föl, nagyon És kicsi akkor nagyon vált. hasonló volt mindenkinek, gondolom, kérdezés és a tovább. Persze, hiszen volt itt, tehát mondjuk 10 darab helyből, mint volt kicsi, közepes, meg nagy, tehát az gyakorlatilag azt jelenti, hogy 3-3-3, tehát most egyféle épületet háromféle helyre építhettél le, és akkor tehát olyan nagy különbségek nem voltak egyáltalán a garizonok típusai között. Voltak benne jó ötletek is, de gyakorlatilag ebből a garizonból mindent el lehetett érni. Tehát lehetett olyan épületet csinálni, hogy AH legyen benne, lehetett olyan épületet csinálni, hogy folyamatosan questet ad, ugye voltak vendorok abba a városba, gyakorlatilag egyáltalán nem kellett kimenni, tehát kimozdulni abból a garizomból. Volt a saját bányát, de lementél, kibányázta, az is, akinek nem volt bányászata, ezzel elértéktelenítették a bányászatot, akinek egyébként volt. Kibányázta az ércet, ugyanúgy, ahogy a másik fölszette a virágot, ezzel természetesen elértéktelenítették azokat az embereket, akinek volt herbalizmusa, hiszen senkinek nem kellett, mindenki saját magának megtermelt gyakorlatilag a garizon belül mindent, amire szüksége volt a rédeknél, és lehetett ilyen segítséget fogadni ott, ami mondjuk elég hatható segítség volt szerintem, bár ugye aki mondjuk tehát nyilván nem okozott problémát senkinek a questek, de azért az a plusz egy ilyen kis NPC, aki így követett téged, az azért tudott, hogyha jól választottad meg, akkor tudott nagyon hatékony lenni. Úgyhogy és gyakorlatilag ezzel azt érték el, hogy az összes szakma elértéktelenedett, tehát az összes szakma elértéktelenedett, semmilyen, tehát teljesen mindegy, hogy te varró vagy jelen pillanatban, vagy kovács, vagy bányász, vagy érdekes. Akármi, teljesen mindegy. Ez egyáltalán semmi haszna nem lett az egésznek, illetve hogy senki nem ment már be a fővárosba, mindenki a saját kis garizonjába tevékenykedett. Ugye még az instába se kell elrepülni, tehát gyakorlatilag arról szólt az egész történet, hogy az ember a garizonjába megnyomta a Raidfind, vagy hát nyilván nem a Raidfinderbe, én mondjuk nem megyek annyira, de a Groupfinder egy percet álltam, behívott, bementem, végigütöttem 2-3 instát, megkaptam ért a speciális napi Hát is most ezek a napi kvesztek, napi jutalmak, napi hát ez vannak. Egy ideje. És az ember, tehát nem mentem ki. Tehát szépen lesétáltam a bányában, minden nap összekapartam az izét, az összes ércet, ami lenn, összeszedtem az összes virágot, beraktam a alhába. Havonta minden héten egyszer elmentem régi rédet farmolni 2 órán keresztül, hogy meglegyen a goldom a következő havi
GC-re ugye már goldból is lehet, tehát in-game goldból is lehet feltöltés. Igen, az hogyan működik most, hogy, hogy mit te befizet 100 000 játékpénz, és akkor kapsz egy havi Igen. ott. Igen. Egészen konkrétan szerintem most 80 000-be kerül. Hát jó, majd betippeltem, jó. Ez a kereslet kínálat alapján dől ez változik. Hogy mennyibe kerül, ez folyamatosan változik, ez 30 000-ről indult egyébként. Ez nem rossz, akkor meg akár idézőjelben ingyen is lehet tolni, még az elején biztos nem. Nem, hogy akár egyébként, nyilván hát lehet, az egész elején lehet. Nem, de én mondjuk az elmúlt fél év, sőt, hát ugye úgy van, hogy én az elmúlt 6 hónapban, amikor játszottam, akkor én goldból játszottam, én egy forintot nem költöttem a játékra. És akkor hogy hozzá lesz, vagy mennyi idő, nem-e farmolásra megy a játék? Hát farmolásra megy ilyenkor, ugye meg kell nézzünk, utána kell olvasni, hogy honnan jön a legtöbb gold, aha. És akkor azt kell csinálni. És én úgy határoztam, hogy én a régi rédeket fogom farmolni, mert ott fix gold esik a bossból, fix goldért eladom a kieső cuccokat. Hát csak akkor az mindig csak összejönnek az emberek, ugye akkor gold miatt, gondolom. Vagy hogy összejönnek? Hát a raidre mondom, hogy mindig össze, akkor össze kell mindig az nem, egyedül. A régi raideket. Tehát ja, aztán egyedül voltam 100-as szintű, és akkor a, mit tudom én, a 80-as szintű raidekbe bementem. Aztán egyedül lett tolni, tehát akkor a csúlyák vannak, az igen. És egyedül végig, mert hát jó, nyilván kell tudni a taktikákat nagyjából, hogy szokta meg mit tenni, csoda. Még azt emlékszem én is, hogy volt olyan, amit mit tudom én, 10-esen 5-en csináltuk volna, meg aztán mit tudom én, 50-esen egyedül bementem, aztán úgy, tehát így. Hát ja, ez így kell elképzelni, és akkor mit tudom én, 1-2-3 órát erre ráadoztam hetente egyszer, ugye, mert hetente van hát a reset. Nem sok, azt hittem, hogy sok idő lesz, hogy valami, de. És akkor azzal összeszedtem, mit tudom én, hetente, nem tudom. Hát, hetente 20-30 000 aranyat lehetett így összeszedni. És, ja. És utána megvolt a... Vettem egy ízét belőle. Az egy hónap, vagy hogy van? Egy hónapot lehet venni 80 év? Most jelen pillanatban. Hát amikor én vásárolgattam, akkor még 60 000 volt. De ez nem a két hónapos rendszer. Nem, ez egy hónap. Mint a izén a kartja. Ugye, és az ára meg úgy változik. Lehet, hogy én sem kikezdem, mert most már 1-2 000 ér már a hardware-okon meg ezeket meg lehet venni, a, nem tudom, az első 4-5 kieggel együtt. És aztán ott az elején kapsz egy hónapot, nem? Hát, most régen úgy veszel, volt. Akkor igen. De hogyha előről húzol egy karaktert, akkor neked, tehát akkor nagyon-nagyon-nagyon sokáig tart, míg olyan állapotban kerül, szerintem, hogy tehát önállátó legyen, vagy fenntartható. És akkor, hát gyakorlatilag... De mondjuk föl lehet most, azt mondom, úgy van, hogy is volt, ugye múltkor említettük talán, hogy 100 vagy 80-as, hogy meddig föl lehet azonnal húzni, nem? Hát én, hogyha Battle Chest-et vesz, akkor nem tudom, hogy mi a helyzet. Mert most már adják a Draenort is hozzá, most néztem pont, de meglepett. Szóval... Mert az egészen biztos, hogy a... Mert ugye az a gond, hogy... A légióhoz egészen biztos jár egy 100-as szintre fölhúzás. Ja, akkor az lehet, hogy keverem, akkor lehet, hogy a légióhoz járt. Aha. És akkor azt jelenti, hogy akkor már nem is ugyanott kezdesz, mert akkor értelemetlen. Vagy hát végülis kezdesz ugyanott, csak akkor el kell menni olyan helyekre, ahol van kihívás. Nem a 10-es levelen fogsz szintet elérni. Hát de aki ezt használja, tehát az nem, tehát nem azért játszik senki, aki főhúz a karakterét 100-as szintre, hát, annak az a lényeg, akkor hogy minél gyorsabban, minél magasabb szintre legyen a karakter. Tehát, nekem van 8 karakterem, amivel mondjuk 100-as szintű vagyok, az 8-szor játszottam gyakorlatilag végig tehát az nem összes tesztet. Szerinted szeretném 9-szerre? Hát 9-szerre már nem, persze. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez ilyen esetben egészen biztos, hogy nem játszanám végig még egyszer. Persze. És ugye ilyenkor, hogyha az ember mit rerollolni akar, vagy a következő kieget a másik kasztal akar megcsinálni. Ja tényleg, van ilyen, hogy újra osztatod a talentéket? Ez megmarad? Vagy hogy gondolom csak aranyat kell fizetni érte, nem? Aztán hát már szerintem az sem. Tehát az. Igazából úgy van, hogy ugye... Hát most mit nevezünk? Ugye alapvetően van 3 talented minden kasznak. Én azért játszottam a pandás kiegges... Hú, minek hívták ezt? Ez a start, vagy nem tudom milyen neve. Tehát amikor ott kifolgatott trial, vagy start edition. Igen. Minden 1-2 hétig, vagy meddig lehetett játszani, és akkor... Vagy nem is, most már úgy volt, hogy 20-as szintig, aztán...
Na hát nekem ugye nem tetszettek ezek a, de azt talán a múltkori videóban is mondtuk már, hogy, hogy nem tetszettek ezek a leegyszerűsítések. Hogy kicsit olyan itt is, mint a Guild Wars 2-ben már, hogy megvan szabva, hogy kevesebb, nem, nincs az a régi talentva, tudod, mint a klasszik, vagy szokták említeni meg a Burning-be. Most ez, ez mennyire változott, vagy nem tudom, neked, neked ez nem volt gond, egy kicsit leegyszerűsítették. Sőt, azt olvasom most, hogy itt írják, hogy milyen változások lesznek, például a Hunternél le lesz szűkíze totálisan a rangedre, és a animal peteken fog függni az egész, tehát ez lehet a Hunternél, hogyha jól tudom, akkor a... én nem vagyok nagy Hunter fan, bár most van is egy csak Hunter. egy példa, ott van példa itt a Warriorra, meg a Demon... Most egészen konkrétan mi a kérdés, mert nem értem. Hát az, hogy le vannak egyszerűsítve. De le vannak egyszerűsítve, világ most már, tehát erről igazából így van, tehát ez egy teljesen természetes dolog. Igazából igen. Szóval mondom, most mondom, hogy még inkább azt csinálják most, tehát gyakorlatilag egy vagy két vonal lesz, például a Hunternél, a Warlocknál, akkor például eltüntetik a Gladiator Stance... Jó, azért vannak lehetőségek egyébként bonyolultabb hát karakterekkel gondolom, hogy van. játszani. Az azt Tehát akartam, hogy mondjuk egy kérdés. Shadow Pup például azért annyira nem egyszerű szerintem, mert ott, tehát na mindegy, az annyira nem egyszerű, Tehát vagy... az, hogy van lehetőség, tehát nem Hát, ha nagyon akar mondani, az ember, van lehetőség. Szerintem ez a leegyszerűsítés, ez nagyon megállt egyébként, és... Hogy érted, Tehát, hogy nem hát úgy, tovább? nem, így van, tehát elértünk egy egyszerűsítési szintre, ami nyilván, tehát az 50, hát szerintem egyszerűbb lett a World of Warcraft, sokak szerint nem egyébként, Hát de én, nekem azt most már... tetszett egy kicsit benne, de... Hogy? Hát nekem ez nem tetszett, mondom, hogy most így kipróbáltam egy éve kb. Hogy levett egyszerűsítve, de hát most az, hogy én vagyok ilyen, de... Nekem tetszett az a régi típusú talán, most nem maga az egész vannak minden része, hanem csak az a... hogy minden Hát darab. igen, hogy volt 50 képességed, és azok közül azt használtad, amit Bár akartál. mondtad, hogy volt egy-két ág, már emlékeztem, ami lehet, már nem működött, de azt gondolom, úgyis úgy közben kiderül, és akkor max rerollozoltál. Legrosszabb esetben. Nem, hát most ugye azért nagyon nagy átalakításon esett át az összes kaszt egyébként. Igen, itt is és, azt mondják, hogy lesz még, úgyhogy... És mindegyik egyébként meglepően élvezhető lett. No. Tehát a Warrior is, a azt... Shadow Popot választ, vagy játszottam meg, a Tízpappal játszottam, a Demon Hunterrel játszottam. Mindegyik egyébként maga tehát meglepően élvezhető lett a kaszt az új rendszerekkel. Az összes nem mindegyikben van valami kis különlegesség, ami maga változatosság, ami kis pikantériáját, így van. Egyediség, ugye. A Demon Hunternek mondjuk nem éppen Azt mondta, hogy nem, azt nem tetszik, azt most leírtuk ki. De annak is megvan a különlegessége, csak az nem ez, most nem ez olvasom a ki egyébként, hogy rendszerekkel. a... Hogy is írták, hogy szekundum, hogy valamelyiket átadták a Demon Hunternek, tehát elvették az egyik, azt mondta, talentet, vagy nem tudom, vagy skillt a... Talán a Warriortól vagy a Warlocktól, meg nem mondom neked, átadták a... Mert úgy, ja, megszüntették, bocsánat, megszüntették a Warriortól, mert már úgyis megvan, átrakták a Demon Hunternek. Tehát azt Igen, hiszem. A Demon Hunternek van ilyen átalakulás, ami régen ja, igen, az, na. Azé volt a Warlocké. Yes. De egyébként a Demon Hunternek is megvan a maga különlegessége. Tehát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem vonzók azt, mert annak ellenére, hogy nem feltétlenül lesz a legjobb DPS, de ugye ezek a szárnyak például, amivel az sokkal nagyobb ugrást lehet megcsinálni, vagy... Nem csak külaki, mert a Diablo-ban volt, hogy kaptál szárnyakat, ilyen külaki dolog volt, de semmi. Nem. Ez egészen konkrétan lassan esel, és így, mint egy aha. Lebegő repülő. Hát a Batmannek a köpenye, mi? Hát egyébként igen. És a dupla ugrás is eléggé vonzó. Ez elég nagy előny azért, és ez csak a Demon Hunter. Igen, hát nyilván másoknak is van valami hasonló képességük. Akkor igen, hogy természetesen sokszor meghaltam, amikor esre megy nagyon szóval. Amikor a papnak ugye annak is van hasonló képessége a lebegés, vagy ilyen felhőn, tehát a lassú lebegés levitét. De ugye ez így elég egy kis különleges, kis pikantériát ad egyébként a Demon Hunternek, ami így
tök szimpatikus egyébként, és de valahogy maga a rendszere nekem most egyelőre annyira nem jön be. Egyébként lehet, hogy azzal fog prédelni. Tehát elképzelésem sincs, hogy milyen kapcsolat. Hát akkor azt gondolom, már azt főhúzod akkor 100-ra, és értelmeszerűen onnan, mert... Nem? Micsoda? Azt főhúzod 100-ra, mondom, azzal csak úgy nem kezdesz erőről Demon Hunterre. Hát igen, mert ja, hát azt ugye, azt föl kell húzni. De azok meg valami új helyről indulnak, nem? 98-ról kell 100-ig húzni. Ja, értem. Uh-huh. Ez 98-ról kezd, két szintet kell húzni, megvan másfél óra alatt. Hát másfél óra alatt, szerintem egy óra alatt megvan. Uh-huh. Akkor te ezért nem ismersz majd rájék, vagy végignyomtad azért a sztorit, fő sztorit, vagy te... Milyen sztorit? Hát a fő, idézővel a fő sztorit. Vagy nevezhetjük ezt így annak. Tehát azt végignyomtad, vagy a küldetések nagy részét, tehát úgy értem, hogy... Vagy inkább mindjárt van is a raidre. Hát én nekem nyilván, tehát alapvetően ugye azt kell tudni, hogy nem is tudom mióta, hogyha eléred a maximum szintet, akkor a questek goldot adnak. Nem XP-t. Hát az nem, biztos, az más is. Előadásra goldot adnak. Még a Heroes-ba is csináljék. És az úgyhogy ahogy elérem a maximum szintet, én megyek raidre, és mellette meg kell csinálni az összes questet, ami van, ami létezik, az aranyért. Akkor gyakorlatilag az arany lesz az XP, mondtad meg idéző, tehát valamilyen szempontból, hogy az lesz a minden. Hát, ugye azt elhasználtad akár hónap üzetés. Megpróbálom, tehát én mindenféleképpen meg fogom próbálni. A tárgyak hogy... jönnek ki utána is végül is, amit esetleg vehetsz akár, de hát mondjuk inkább kirédeled azt. Hogy... Nem veszek, tehát most aki valamennyire rédel, azt nem hiszem, hogy tárgyakat vásárol. Azt mondom, ez lenni, persze. Nyilván lehet előfordulhat, hogy az emberek nem esik ki hetekig általában valami, akkor hát nyilván... Tehát egy után, amikor már 10 millió dagon, akkor már lehet, hogy veszel a kirédeltél, de... nincs 10 millió, tehát azért a... Optimalizálva. Havi GC, tehát a havi díj az... Azt nehéz ki... Iszonyatos mennyiségű aranya fog elvinni egyébként. Uh-huh. Hát mondjuk jó, úgyhogy az pénznek mindig van értelme, meg ereje, meg aránya, mert ilyen sok játéknak volt, amik akár egy játékosokban is, hogy csak úgy ömlött a pénz. Már tudta a végén hova, mit csinálja vele? Hát hogyha Donald kacsa lenne, vagy nem Donald, mi a neve most? Dagobert bácsi. De hát igen, erre figyelnek azért, hogy az infláció az jó. Mindig van egyébként infláció minden egyes kiegészítőnél, de, de arra nagyon figyelnek, hogy azért ne nagyon ne szálljanak el az árak. Nyilván ezt ők tudják befolyásolni mondjuk a alapanyagok respawn time-ával, vagy mit tudom én, a különböző, hát nem is tudom, mondjuk a reparálásokkal, ugye, tehát ők, ez nagyon, nagyon komoly számítások vannak egyébként minden kiegészítő előtt az arról, hogy mondjuk mennyi legyen. Javítás? Igen, hogy a javítás az egyre legyen drága volt, emlékszem régen, amikor már a Witch King egyre drága, azon tudom, hogy milyen drága már javítani ilyen 70-es, meg a fáncélok is egyre jobban. Már előtte emlékeztünk is, hogy röhögve javítottunk az elején, aztán a végén felem. Hát persze, ez akkor ugye ez úgy működik, tehát ez egy gazdaság, hogy úgy működik, hogy van egy bizonyos beáramló pénzösszeg, amit a cuccok eladásából a vendornak, amit a bosszok, a lények megölése után kapsz. Tehát van egy bizonyos beáramló mennyiségű pénzösszeg, és van egy bizonyos kiáramló mennyiségű pénzösszeg a gazdaságból. Ez elég komoly dolog egyébként. Ezek a költségek is, nem, mint hogyha való életben idézik. Így van, és akkor ez egyik nagy része egyébként a kiáram, tehát a gazdaságból való gold arany kiáramlásának, az a reparáció. A másik nagyon nagy jelentős része egyébként az, hogy olyan játékosok, akik abba adják a játékot, és marad náluk iszonyatos mennyiségű pénz, és amit már nem használnak föl. Már úgy, hogy teljesen abba adják, nem érnek viszont. Persze, de mindegy igazából, tehát hogy most valaki egy évre abba adja, akkor az a pénz, az kikerült a gazdaságból. Ja, az úgy, igen, persze, igen. És hogyha mondjuk arról beszélünk, hogy mit van 5 millió előfizető, és abból mit tudom, folyamatosan, vagy mondjuk van 5 millió potenciális játékos, és abból folyamatosan, mit tudom én, 600 ezer nem játszik, akkor ott több milliárd goldról lehet szó. Igen. Ami sosincs benne a rendszerben. Na mindegy. Egy gyakorlatilag ezt azért szerintem nagyon komoly számításokat... Ilyes jó gazdaságból idézélve. Így van. Ezt azért nagyon komoly számításokat... Megérzi a WoW is, nem csak a magyar gazdaság. A WoW is megérzi. Így van. Tehát ezt így nagyon, nagyon, nagyon nézik szerintem. És ennek ez így is jó, mert...
Így egy kicsit ilyen valóságos Hát gazdasági igen. érzésed van, és nagyon sokan egyébként nagyon szeretnek aukciós házba játszani. Ott a sok szem az jó tudna, mert ő tőzsdézett régebben, még talán most is nagyon ritkán, meg ő hát közgazdasági ember, végzettség, ott is dolgozik, azt hiszem akkor sikeres lett. Tehát akkor Hát vannak, így aki van, ezt de... így megcsinálja, hogy erre épít. Hogyne, hát én számtalanszor volt olyan, hogy kijön egy új PvP szezon, mondjuk, és az azt jelenti, hogy új gírek jöttek ki a Igen, PvP-seknek, szokottam is mondani. akkor tudtam azt, hogy De itt tudtam is vannak azt, akkor hogy ilyen szezonok, mint a Diablo 3, ott is van a 7. szezonja, azt hiszem, de én nem ja. játszok már vele, de... És akkor tudtam azt, hogy melyik ugye amikor végig voltak gemek, például a játékban, égkövek, amiket bele lehetett rakni a felszerelésbe, Na most már akkor az is nem, az régen nem volt, nem? nincsen. De most már megint nincsen. Megint nincs? Ó, És akkor de tudtam, hogy érdekes lett volna. az a lényeg, hogy tudtam, hogy milyen felszerelés, vagy mire van igénye a PvP-seknek, és azokat jó bevásároltam a szezon zárás előtt. Két Szóval is hónappal, ki a váron. és itt amikor kijött a szezon, és mindenki kereste, akkor nyertem rajta 50%-ot. Semmi. Tehát Ezért. ezeket simán lehet egyébként ezeket megoldani. Egyébként nagy, tehát ez mondjuk World of Warcraftnak egy nagyon nagy előnye egyébként a legtöbb ilyen játékkal szemben, hogy működik az aukciós, ez is működik. Hát igen, mert és mindig van forgalom, meg a legtöbb meg mindig itt van. Ennél Hát... komolyabban csak az EVE Online-ban van, ami... De De ott az, ez... az is ingyenes, nem? Vagy ez hogy van? Nem tudom, Nem. sajátszott. Az nem ingyenes? Nem, azt meg kell venni. De Sőt, havi is. utána a havi... És egyébként Jó, mi de ez a az... Transmogrify 2 vonulás rendszer, ami lesz benne? Tudják, hogy a Reapers of Soul Diablo kiegvésben, bár nem emlékszek rá, de van ilyen Hát Transmogrify. az, hogy ez a transmog rendszer ugye az volt, hogy neked kiesett egy felszerelésed. És nem tetszett a külalakja, mert mit én, te... Ja, akkor ez ilyen cicama, Így ez van. ilyen fogalmazok, ilyen, én annyira Tehát nem nem szoktam tetszett a foglalkozni, külalakja, de... és kerestél egy olyan tárgyat, aminek tetszett a külalakja, elmentél egy helyre, és annak a tárgynak a külalakját ráraktad a te külsődre, de meg kellett lenni a tárgynak. De azért Most nem ilyen... kell semmit külön fizetni, és hát ebben... Csak pár goldot, Hát persze. most az egy-két gold, ha egy-két gold, akkor nem... Hát nem egy-két gólt, hanem mondjuk több száz goldot. Ja, hát akkor... És Nagyon nagyon fog érdekelni. És most ez úgy változott meg, hogy egy a collection-ök közé, tehát a gyűjteménybe bekerül minden olyan tárgy, minden olyan új kinézet, amit megszerzel. Nem kell konkrétan, utána eladhatod a tárgyat, tehát kiesik mondjuk egy búvársapka, akkor bekerül az a collection-ök közé, te eladod a búvársapkát, de arra a külalakra te már onnantól kezdve mindig tudsz változtatni. Ennyi a történet. Semmi extra egyébként. És nem tudom, hogy ugye írják, hogy a plot ugye idéző a forgatókönyv vagy történések, hogy most akkor az hogyan, hogy a két évvel a Wilds of Draenor után játszik, viszont ez hogyan, a Warcraft 3 után, ez mindegyik az után játszik, egyikre nem emlékszem már. Tehát mindegyik vagy hogyan, mert már az előző részben aztán volt, hogy visszautaztak az időbe, azon, hogy most egy kicsit... Az előző rész, az alapvetően nem kell figyelembe venni. Már a Draenor? Igen. Akkor hogy érted, ez csak egy ilyen, hát végülis visszautaztak nem az időbe, vagy olyan. Igen, hát megmondom őszintén, hogy ez a kiegészítő, ez a Draenor, ez a legnagyobb hülyeség volt. Ez ember nincs, aki igazán érti, szerintem, legalábbis... Meg annyira várták sokan meg, hogy hú, ez most valami nagy valami lesz. Nagyon jó lett a réde, régye a szerint. A réde, az jó. De, és nekem mondjuk az számít egyébként, illetve szinte csak az számít. De ötletesek lettek. De lényeg, hogy akkor mindegyik aztán a Warcraft 3 után játszik, nem így a szerettem. Persze, bőven. Történetileg szerettem, meg ugye most a film is az elindult egyébként az egy körülbelül idézőjelben, tehát az még elindult a stratégia vonalon, úgyhogy nem ért ide. De hát az neked tetszett egyébként a film, vagy hogy vagy vele írok? Megmondom őszintén, igen. Én sokkal rosszabbra számítottam, nagyon sokan lenni. Én is féltem tőle, mert nekem a trailer van, nem, annyira nem. Ne tetszettetek. De aki tudja, hogy miről van szó, annak szerintem tetszett. Most, hogyha megkérdeznénk a feleségemet, hogy szerintem miről szólt a Warcraft film, nem biztos, hogy most el tudnám mondani. Én nem nagy rajongó, vagy? Hát nem nagy rajongó, hát egy felnőtt nő, hát ő nem játszik Warcraft-tal, érted? Nem hát már általad már lehet, hogy akkor is ismeri. Nem. Úgyhogy pedig megnéztük, és nem tudom, hogy... Hogy, de hát ő neki nyilván akkor tetszett. Valamit ő is megértett belőle, az biztos. Nem, persze nem hülye, megértette. Csak nem biztos, hogy most el tudnám mondani azt, hogy miről szólt akkor a Warcraft film. Mert
egyszer nem ragadta meg Egy annyira. húzom lehet, hogy most én sem, de én pedig kinyomtam én a régi, mert még az inkább a stratkó még egyelőre, nem? Tehát nem tudta játszottál azokkal, de nagyrészt ugye a Mediv is az egybe volt egyébként, nem tudom, emlékszel rá. Nem tudom, hogy volt-e a Bobot, minden esete, de ugye... Mi a Warcraft 1-je? Hát a Már... Warcraft, én nagyon-nagyon pici gyerek voltam, amikor a Warcraft 1. Mert én azokkal sokszor játszottam az egyen, meg a 3, a 2-t az valahogy kifaradt valamiért azért. Ja, most pont nem indult el már a 486-os gépen is azért, de az egyen, meg a 3 sokat játszottam, és ott volt egy, a Medivh, sőt, ott megtámadták a Stormwind-et, de odáig már pont nem jutottak el a filmes is, spoilerezünk egy kicsit, de. De lehet, hogy akkor ez a kettővel lesz, vagy nem tudom, de majd meglátjuk, hogy ezt belerakják-e. De Hát, az ha így össze... csinálják, nem tudom, te erről tudsz valamit, hogy csinálják a Fakker második részét? Hát, úgy hallottam, Tudom, hogy mindenki úgy hallotta, meg szerinte lesz második rész, meg Kínálva talán lesz hatalmas valami. siker, úgyhogy azt mondják, hogy kínai pénzzel lesz, egy logikus meg vállalható dolog, de majd meglátjuk, hogy... Ugye Kínában a legsikeresebb film ever, szóval... Az ő dob rajta valamit, de ugye az amerikaiaknak ez attól még fájó lehet, mert a pénz azonnal kevésbé csurog. De hát, hogyha most a Terminátor is ugyanez van egyébként, ugye az is holdingban van, hiába az ott körülbelül ugyanint a két film. Azért, mert a Terminátor az egyik legjobb posztapokaliptikus világ volt egyébként, és a legjobban kidolgozott, és teljesen elrontották egyébként a sok szemét ponyvával először is, Igen, a azt akartam is mondani. Másodikkal meg ezekből az utolsó néhány Terminátor, vicc Terminátor filmekből, amit Hát csinált. igen. Mondjuk most az a gond, hogy szerintem ebből akár lehet, hogy jobb film is lehetett volna, hogyha, mert ez egy trilógiának gondolták, és elvileg a Válaszolatlan kérdések majd a folytatások, de ugye ezt nem tudhatod, mert most már biztos, hogy elkészülne. Tehát elvileg ez jobb is lehetett volna, de és eljutva a jövőbe, most ezt fregykáltál. Ami... Persze, mindegyik rész előtt Mindenki azt ezt fregykálták, várja már, mindenki. hogy a jövőbe játszódjon, Csak odáig már említottál, a négy is ugye elvileg három részes lett volna, ugye azt segítette. De Most hát nem teljesen tudom. föl vagyok emiatt háborodva. Az egyik kedvenc univerzumom volt régen, Hát kisgyerekkoromban. nekem az 1-2 az nekem is kedvenc, föl a 2, de... De így a regényeket még nem olvastam, tehát én annyira részesen nem tudom, hogy... Jó, na, de minden esetre azért szar, akkor még egy részt csináltak volna, hogy akkor tudja az ember, hogy hova akarnak eljutni, mert sajnos ezt úgy építettek fel, hogy direkt ilyen legyen, mondom, hogy ne tudj meg mindent egy rész alatt, hanem... Úgyhogy én, na visszatérve egyébként, Na mindegy, én tehát szerintem a... 450 millió körül van, azt hiszem, a, hogy hívják, a Hova, jól emlékszem, meg egyébként a T5 is, de most mind a kettő holdon van, tehát azt jelenti, hogy áll, aztán majd lesz valami. Hát szerintem nem tudom, hogy lesz egyébként. Na mindegy. Úgyhogy egyébként a légióra visszatérve, én megmondom őszintén, hogy várom a játékot, nagy valószínűséggel, tehát hogyha valami extra dolog nem jön be, akkor mindenféleképpen meg fogom venni, mindenféleképpen játszani fogok vele, már csak azért is, mert hogyha végigjátszottam 1, 2, 3, 4, 5 kiegészítőt, akkor a hatodikat mindenféleképpen meg fogom... Ez a hatodik? Vagy hogy volt, nem is mondja a A, ugye a Burning Crusade? Classic, Burning Crusade, Lich King... Várj, Lich King, igen, Lich King, akkor Cataclysm... Cataclysm... Utána mi jött? És hát most... Utána a Pandaria jött már? Ja nem, tényleg Mist of Pandaria, és utána jött a Draenor, és ez a hetedik lesz. Na, akkor az hatodik, hát az alapjáték nem kiegészített, tehát úgy mert... Hát igen, a hatodik kiegés plusz az alapjáték. Igen. Úgyhogy... Ez hát... Nem dobozosba fogom megvenni, az biztos, mert az előző sem Amíg dobozik. Amíg a lotronolás van már, csak az azért nem látszik, az a gond, hogy a lotron nem tud megújulni. Tehát még területileg sem nagyon, tehát minden ugyanúgy néz ki szinte, kicsit szebb lehet, hogy szóval nincs kedvem már újra belépni, mert nem tudnak hozzárakni, mert ez a legendary system sem nagyon újult meg a weapon már 2008 óta. Tehát ez a gond vele, és jött az ellenségek, és mindegyik szinte ugyanaz, csak annyi, hogy most erősebb, tehát az ember így utána megújja, érted, ez a gond vele. Filmben működik, meg tök jó, hogy szeretem ugrálni a könyvben is, de játékban, hogy eddig nem tudták megoldani. Igen, hogyha valaki MMO-zni akar, én azt ajánlom, hogy a Wildstar mindenféleképpen próbálja ki, teljesen ingyenesen. Csak nem szabad azt várni, hogy World of Warcraft legyen. Tehát egyáltalán nem World of Warcraft. Miközben azt mondtad annó nekem, annóra, hogy mégis jobb valamilyen szinten. Csak hát, máshogy jobb, vagy nem. Én szerintem, jó, csak az a baj, hogy sokan meg fognak rám haragudni, de én szerintem a World of Warcraft nem jó játék. Tehát annál nem nehéz jobbat csinálni. Tehát a World of Warcraft megvannak a saját maga előnyei, a nagyon jó tulajdonságai. De mégis hatodikiek is megvan, tehát akkor nem engedem. De összességében, hát persze, hát nyilván, hát hogyha... Hát ha végigmentél már, akkor nem fog. Butaságot mondok, de ugye ez én szerintem ez úgy működik, én ezt már számtalan fórumon elmondtam, szerintem ez úgy működik, hogy játszanak vele rengetegen, a rengeteg ember rengeteg embert vonz. Tehát ennek egy multiplayer játékban, hogyha sokan játszanak vele,
akkor az a hosszú játék... Aztán ettől lesz sikeres, nem is attól biztos, hogy most mit tudom. Így van. Nem, ugye, mint régen, hogy megy a szó, internetet van, falba is mindenhol végig terjed a... Meg milyen grafikája van, hanem csak arról szól, hogy te ott kommunikálni tudsz emberekkel, érted? És összeismerkedsz emberekkel, ismersz 10-20-30 embert, és az a 10-20-30 ember csak szépen lassan minden kiegészítőbe visszajön, és csak egy-kettő kopik le mindig. Nem, és nem volt olyan ismerős, mondom, aki még házasodott is onnan. Tehát. Hát azért mondom, hogy tehát ez a World of Warcraft nagyon nagy előnye. Én mondom, én ajánlom egyébként, hogyha valaki egyébként vagy MMORPG elvonási tünetekben szenved, vagy csak egyszerűen újdonságot akar kipróbálni, a Wildstart, én nagyon szeretem. Egyáltalán most már ingyenes, én is próbáltam. Így van. Ingyenes. És van, hát ugye a nagyon nagy hátrány. És az hogyan fejlődik? Tehát, mert most itt jött van... ki hozzá, most jött ki hozzá az új content. De az nem is kiek, van, inkább csak ilyen update-ek, nem? Igen, de az a baj, hogy amikor az ember egy World of Warcraft szemüvegen át nézi a világot, vagy az mint gyengé, én, izőjelben. Akkor ugye azt mondja, hogy most jött ki egy új raid, húha, 2 év után. Igen, de emberek 2 éve folyamatosan próbálják leküzdeni az első 2 vagy 3 raidet, és nem sikerül nekik. Ja, jössz nehezebb az ottani raid. Olyan rohadt nehéz. Hm. Igen. Igen. Úgyhogy az embereknek, vagy a játékosoknak a 30, vagy 10, vagy 20%-a fog bemenni az új raidre. Mert az előtte való raidet még nem csinálták meg. Úgyhogy olyan rohadt nehéz. De vonnál az még nem jelzünk, amikor lehet olvasni a híreket, hogy valaki 20 perc után megcsinálta az új raidet. Tehát tudod, vannak azok a rekorderek. Jó, ez is szerintem egy kicsit ilyen idiótaság, de szerintem. Igen, igen egyébként, tehát itt nincsen. Értelemszerűen iszonyatosan nehéz az egész, iszonyatosan jó maga a játék, csak nem szabad azt hinni, hogy ez egy World of Warcraft, tehát ez egy teljesen más MMORPG. Mert a grafikája, minden, tehát grafikájának hasonló. A stílusa mondjuk hasonló. Jobb egyébként minőségre, nem? Tehát minőségre lehet igen. Jobb, csak... Igen. Valami mondjuk a WoW-nak is fejlesztik, most lesz valami fejlesztik, mindig fejlesztik valamennyit. Mindig fejlesztenek valamit, de igazából csak egy dolgot érnek el, az, hogy már olyan gép kell hozzá lassan. Ja, azt hiszem, igen, hogy már 260X kell hozzá a tipo például, vagy mi volt GeForce-ban, meg nem is tudom, valahol olvastam már, de hát most már eléggé, meg egy i5. Ja, csak igen, csak felhúzom mindent maximumra, ja. És utána az én, mit tudom én, az én az 200 000 forintos gépemen meg 40 FPS produkál régen. Az igen. Hát azért egy multijátéknál sose jó. Hát nem az a baj, csak nem rossz a 40 FPS, nem úgy mondom. Hát, csak egy 2005-ös játékról beszélünk, az igaz. És a számítógépemen nem 130 FPS-sel fut. Az igaz, mondjuk. Hát ez az, amiatt van játék, újra modelleztek ugye karaktereket a Draenor. Persze, hát szarabb. De hát ez hülyeség. Szar az engine már teljesen egyébként. De... Ami mi csak a szar? Az engine, a motor, a játék. Ja, értelek. Ez kicsit olyan, mint a... Most felraktam, de nem tudtam vele játszani a... Middle Earth, mi ez? Shadow of Mordor, nem tudom, azzal játszottál, de... Csak videót néztem róla. Na, hát ott ugye az volt a nagy izé, hogy 4 gigás karikat megevett már 2 éve. És az amiatt volt, hogy ősrégi moddolt motort használt, és amiatt. Nem amiatt, mert ezért várja, hanem egyszerűen egy elavult dolgot használt, és ez lett. Nem is kért olyan erős kártyát, igaz, az volt a lényeg, hogy nagy RAM legyen rajta. Sok RAM. Nem az, hogy milyen kártya. Mert hát most is a nem is tudom, a WoW is a RAM-ot zabált nagyon sokáig. Az is kezdni. Hát nekem még mindig 2 gigás van, ugye, mert pont nem volt 4 gigás, nagyon drágán, amikor vettem tavaly, de legközelebb már 8 gigás lesz, most már legalább látható. De hát, ez van. Tehát akkor ez a gond, hogy akkor megnőtt az igénye is, azt mondod, hogy... Hát igen, jó mondjuk, tehát nyilván sokkal kisebb a gépigénye. Tehát a Warstar az lehet, hogy jobban még. Így van, tehát az mondjuk egy optimalizálatlan szar egyébként a Warstar ilyen szinten, mert az addonokból áll a játék. Tehát nem úgy van, mint a WoW, hogy, az, hogy van egy alap dolog, és akkor ahhoz tudsz addonokat hozzárendelni. Na jó, hát csak a... Ilyen stat kiegészítések, meg erre gondolsz, most nem a... Igen, hát minden, tehát az összes, a Warstar gyakorlatilag az összes minimap, a kinézet, a minden addonokból áll. Tehát amikor te elindulsz a játékot... És azt mondjuk, hogy adják alapból, vagy te rakod be? Az, nem, az alapból fönn van. Tehát alapból fönn van 80 addon, amiből összeáll maga a játék. Mert játszottam, azért tűnt nekem olyan telítettek, vagy nem tudom, hogy fogalmazok neked. És, de azokat cserégetheted, hogyha. Értem. És nem annyira jól optimalizáltak a gyári addonok, legalábbis itt a klántársaim elmondása alapján.
Már ezt hogy érted, hogy nem optimalizálni? Hát úgy, hogy mit tudom, hogyha lecseréled a gyári addonokat egy ilyen, Ja. fölmész a Curse Gamingre és onnan leszedsz addonokat, amiket ajánlanak, akkor 40 FPS-sel több lesz. Aha. Ez érdekes, hogy addon ennyi le tudja húzni egy minimális. Addon? Hát a World of Warcraftot is, hogyha rossz addont raksz föl, akkor a játék az fele annyi FPS-re fog futni. Hát, ez érdekes, mondjuk belegondol az ember, hogy... Hát ez is ilyen meglepett. Hát ez pedig ez egyáltalán nem meg... illetve nekem számomra egyáltalán nem meg. Már régóta játszok, ez biztos. Mert hogyha valamit rosszul programoznak le, akkor értelemszerűen az... Hát erre figyelhetnének azért, vagy mit tudom én. Hát igen, csak mondjuk általában, jó, a WildStar-nál igen, nyilván, mert a gyári addonok azok szarok. De a World of Warcraft-nál ugye olyan emberek, mint te, meg én, meg a Pistike, ilyenek programozzák az addonokat, tehát simán benne van az, hogy nem profi módon állítanak össze valamit. Ja, mert ilyen bármit, mi is nem tudom kiknek mondták, hogy na most szedd le ezt, mert valaki Jani csinálta, és akkor... Ugye, emlékszem, hogy régen is voltak azért vele ilyen problémák, de mondjuk, hát akkor nem volt még olyan sok addon, mint most. Hát most már gondolom, tonna számra van, nem? Persze, persze, persze. Hát erről tehát az addonoknak, tehát egy-egy addonnak az ismertetéséről lehet, adás lehetne az órákat beszélni, egy-egy addonnak. Ugye itt kaszt alapján érdekes, tehát van aki, tehát hílelni 16 féle addonnal lehet egyébként, hogy, tehát régen úgy hílelt például. Azt nem szeretem, hogy valaki már annyit rakod, de nem tudod főlényel képelni ezt. Hát nem tudom, én mondjuk én sem szeretem azt egyébként, de mondjuk én elég sok addonnal játszok. Csak mert látsz már mindenhol, érted, tehát így. De mondjuk például egy hílernek, tehát ugye, az kell, hogy lássa az összes embernek az életét, kell, hogy lássa a várható bejövő sebzést, a várható bejövő gyógyítást. Hát mondjuk az ilyen. Kell, hogy lássa azt, hogy milyen átkok vannak a játékosokon, hogy kit kell jobban gyógyítani, hogy kit támad az ellenfél. És ezeknek az információ... Mondjuk ennek az számítása már sok, a számítása háttérben. És akkor még nem is beszéltünk igazából arról, tehát én... Egy ideig úgy híleltem például, hogy volt egy táblázat előttem, illetve a monitoron nyilvánvaló, volt 4-5-6 heal, amit én használtam, és nem kitargeteltem, tehát nem rákattintottam az emberre, hanem makrókat írtam a healekre, hogy az egér mutató, ahol áll, oda gyógyítson. Az igen. Akkor utána, mostanában inkább úgy hílelek, hogy... van egy addon, a healbot, és akkor abba be lehet állítani azt, hogy be lehet bindelni mondjuk az egérnek a, nekem ilyen több 10 gombos egerem van. Ejha. És be lehet... Kalibrálva, vagy hogy hát vannak egerek, azt hallottam. Hát nem direkt a WoW-ra van egyébként, de nagyon sok gombos, tehát így nagyon jó. És a különböző képességeket, mint olyan kontrollal, tehát kontroll bal gomb, kontroll középső, kontroll jobb gomb, akkor sima bal, sima középső, sima jobb, akkor mint egy bal oldalt van még 4 gomb, akkor azt a kontrollt, meg az altot, meg, tehát így be lehet binteni, hogy mikor, tehát milyen gombokra milyen hírt toljon el. És akkor van egy táblázat előttem, és akkor ugye megtanulom azt, hogy melyik gombnyomásra, melyik gomb kombinációkra milyen varázslatok jönnek elő, és akkor csak így ráveszem az egeret, és megnyomom a kontrollt, az altot, meg a bal gombot mondjuk. Uh-huh. Érted? Vagy csak simán a bal gombot, attól függ, hogy milyen képességet akarok előhúzni. Meg ezzel fel is lehet gyorsítani akár dolgokat. Hát ez a fő lényeg egyébként, hogy minél gyorsabban tudja reagálni a dolgokra. Bocsánat, csak kicsit fájtolkom. Hát, igen, ez mondjuk fontos. Hát, hogy ne lenne fontos? Hát, főleg, hogyha ezzel 5-6-8%-ot tudsz nyerni. És az egész World of Warcraft-nak a rédje igazából erről szól. Statisztikákról, a százalékokról, meg ez a tényleg sport már az én szempontból, hogy idő, hogy minél gyorsabban. Hát sajnos ebből a World of Warcraft legnagyobb bánatomra egyébként ebből az e-sport kategóriából kiesett. Uh-huh. De igen, egyébként. Tehát igen, ahhoz, hogy... Szóval szóval nem nagyon bírom a hőmény egyszerűen tanulni, de hát én nem vagyok ilyen típusú játékos, de... Hogy? Micsoda?
Hát, hogy így hosszú távon ilyen sportszerűen, tehát így, hogy mondjam neked. De hát gondolom, hogy nem tudok. Hát a YouTube csatornád, ami van, az is egy hosszú távú sportszerű dolog. Jó, valamilyen szinten igen, de hát azért nem, mégsem ugyanaz. Miért? Kettő azért. Dehogy nem. Hát az, ez is kitartás, kezd gyakorlás. Jó, ahhoz, de meg idő. Hát meg idő. De ahhoz, hogy meg tudjál szólalni, hogy tudjad a technikai hátterét a dolgoknak, és van egy elég nagy előfizetési táborra, vagy hozzám képest elég nagy előfizetési táborra rendelkező csatornád, hát nyilván azért, mert tudod, hogy mit csinálsz. Én, amikor bemegyek a World of Warcraft-be egy raidbe... Már játszasz mennyi, most már egész a kezetektől? Igen, 2005. szeptemberétől. Fél új gomnyomással van. Tudod a hát dolgokat. Nagyon, nyilván ilyenkor, tehát nem én, hanem az olyan emberek, akik már nagyon-nagyon régóta játszanak, azoknak nagyon nehéz igazából olyat mutatni, ami újdonság lenne, vagy meglepetéssel jön. Szokott egyébként lenni, de azért általában az ember nagyjából, főleg a boss mechanikákat nagyon nehéz újakat kitalálni már, úgyhogy nagyjából mindig van valami, ami ezt tudod hasonlítani, ami már volt egyszer. Mindig Ezért kontent... kéne talán tényleg már egy-kettő, mert mindig mondogatják ezt a World of Warcraft, lesz szerinted? Mert a Warcraft 2 mondogatják már sokan. Hát ez nagyon, nagyon nagy kérdés, hogy jó lenne, vagy nem. Ugye na, nyilván... Akkor azt újra nézve az egész nulladik szint, és akkor esetleg felújítok grafikát. De ez nem ennyire egyszerű. Tehát, hogyha ugyanezt megcsinálják és nulladik szinttől, akkor soha senki nem fogja bele. Nem ugyanezt, hát mondom, teljesen újra nézve, csak a világ lenne igazából valószínűleg hasonló, az is lehet, hogy az is változna már. De most már Warcraft 4-et is mondanak egyébként, hogy előtte az megjelenne, most nagyon suttogták, hogy valaki talált egy Warcraft 4 file nevet, vagy nem tudom mit valahol. Mondjuk én engem a Warcraft stratégia engem sose érdekelt annyira. Pedig én nagyon szeretem a stratégiát, de én nem tartom ezt a fajta Starcraftos, Warcraftos... Ja, a multit én sem szeretem, valami nekem csak a kampányok tetszettek, nem tudom, én multiztam én régen sokat WC3-mal egyet, de... Stratégiának csúfolják, de ez nem stratégia, tehát ezt el kell fejteni. Ha valaki stratégiai játékkal akar játszani, akkor menjen a kampányon fírózozni, a stratégiai játék. Ott... Az inkább gyorsasági játék, én úgy fogalmaznám most már, szinte csak... Igen. De sem. Igen. Ja, de mindjárt, bocsánat, csak közben itt van múltva. Tehát én ezt már látom, de egyébként a Heroes 3-nál is ez van profi szinten. Már nem stratégia, azért mondtam itt a Heroes 7-et korábban itt neked, amikor beszélgettünk, hogy ott már van logika meg taktikai lehetőség, de a 3-ban én játszottam egy csomó csatánat. Igazából csak az múlt, hogy minél gyorsabban, minél több, és már előre ismeri a pályát, aki játszik vele, de nekem sajnos nincs annyi időm, hogy még 50 órát előtte otthon munka mellett én nézem, és akkor úgy persze, hogy ő nyer, hát az úgy alap. De igen, be igazad van mondjuk ilyen szabad, és a StarCraftnál ugye lehet mindig hallani kattogó bajnokság nyertese. Így van. Tehát és akkor nézik a CPM-et ugye. Most nem tudom, hogy a Dotánál is ez van-e, vagy sem? Ott szerintem az én nem. Hát én a Dota az... Mondjuk én nem szeretem valamit, de kérdés, hogy ott is ez van-e. Te biztos, hogy az van az összes, tehát az összes ilyen összes játék. Amilyen gyors, ilyen 20 perces, vagy az a lényeg, hogy minél gyorsabban ott valószínűsítettél. Úgyhogy én a legszívesebben egyébként azt látnám, és sose fog ez megvalósulni egész életemben valószínűleg, de a World of Warcraft-ok kapcsolatban azt látnám, hogy egy alternatív univerzumban, ami nem fantasy, hanem sci-fi univerzumban. Hát akkor akár is lehet, hogy teljesen újja volt ez a Góliát, sem tudom, az megszűnt, az egy sci-fi MMO lett volna. Az lehet, hogy hozhatott valami, de megszüntette a fejlesztését, nem a... Igen. Tehát az lehetett volna. Egy új, nem is alternatív, teljesen új univerzum, és akár elérhetik. Az is jó, de hát ugye a World of Warcraft, az mondjuk... Nem szeretnék abba hagyni, sokan gondolom benne. Igen, és akkor tehát simán lehetne ilyen valamilyen történetet csinálni. Azt, hogy mondom, a Warcraft így megjelenik, ugye akár lehet, hogy csak story, az szokatlan a story alapot, a kampánya, mert nekem azt tetszett, szerintem a legtöbben ott inkább azt kedvelték, aztán a multisztak is fel, de szerintem inkább a kampányba hozott ugye meg a hősökkel, a stratégiákon belül, és akkor mit utána megjelenne a kettő, érted? De akkor nem tudom az, amit tudnának csinálni, de... Mert ők a Blizzardnak mind a kettőt is meg tudnának csinálni, csak akkor valószínűleg a StarCraft Diablo vonal állj, mert azért két Warcraftot nehéz lenne egyszerre úgy csinálni, hogy más is csináljanak mellette. Vagy a Diablo-ból is lehetne egy... De egyébként most mondják, hogy lesz Diablo 4, tessék? Diablo-ból is lehetne egy fasz MMO-ból. Ja, azt már régóta mondják, de hát végül is félig meddig, hát nem ugyanaz, de most már a három ilyen MMO-s alapokon működöttek. Aukciós ház is volt, ugye ezt még megszüntették, de a szezonok vannak, stb. Tehát a hasonló dolgok már vannak, de ez még nem az. De most már négyet is revesgetik egyébként, Diablo 4-et, úgyhogy... Nem, Isten igazából... Ugyanis fejlesztőket keresnek, gyakorlatilag konkrétan szinte odaértek egy Diablo, vagy hát
stílusú játékra, de most mondták, hogy kieg, de szerintem most már kieget, már ilyenkor már csak nem adnak ki 4 évvel a... Szerintem most már 4 lesz, de meglátjuk. Hát ez a jövő. De Isten igazából szerintem ezeknek leáldozott igazából. Tehát most lehet egy-két évig még itt húzni, de amikor olyan játékok jönnek ki, mint a Star Citizen, ugye, ami jó, nem az most jött fantasy, ki, ugye? Nem? Nem, az még nem jött ki. Meg valószínűleg még egy ideig nem is fog, de... Az mi is volt? Az a sírta mai játékban. Hát az egy hihetetlen nagy költségvetésből dolgozó, egy űrszimulátorszerűség, de abból kiinduló játék, ami gyakorlatilag most úgy néz ki, hogy olyan játék lesz, hogy lesz egy hatalmas nagy online világ, te az űrhajóddal ide-oda mehetsz, lesznek bolygók, amire le lehet majd szállni, ott lesznek rédek, lesznek kihívások, jó, emberekkel tudsz, egy hatalmas nagy online világba tudsz kereskedni, bányászni. Ez nagy költségvetéssel csinálja. A csak azért kérdezem, mert ugye most jelentek egy ilyen játék, aminek az a címe, hogy No Man's Sky, és akkor átbukott, mint nem. Havasa. Nem ilyen játék. De ezt viszont úgy tudom, hogy talán még Kickstarter-esre kezdődő játékot, tehát azért az nem egy indie fejlesztés, amihez hát képest egyébként egy jó, tehát ahhoz képest egy indie fejlesztés, hát, ahhoz képest lehúzzák, egy jó megoldás egyébként, én játszok vele, szoktam vele játszani. Ja, megvan, de az... Igen. De ahhoz képest... Most eléggé bukónak néz ki egyre. Ahhoz képest, hogy 60 eurót kérnek el érte, ahhoz képest bekaphatják. Ja, hát azt leginkább amiatt mondják, azt mondom. Tehát nem lett rossz az a játék. Nem, ez egy teljesen másmilyen játék lesz. Uh-huh. Ez egy elképesztő sokrétű lesz. Mondom, FPS, tehát kiszállsz az űrhajóból. FPS, ja, hogy ez FPS lesz? Lesz igen, ilyen... és utána beszállsz az űrhajóba, utána ez elmész egy másik bolygóra, beszél egy másik űrhajó. És... Tehát gyakorlatilag... Mert ez ilyen újdonság az MMO-ban FPS, hát a Destiny van, de ugye az PC-re nincs. Hát a Warframe is van egyébként. Ja, mert még a Warframe van, igen, de nem sok van az a lényeg. De ez hát egy... meg valamilyen szinten az address-hoz, de az online, de hát ugye ott inkább külsőben ott is átvált az ember. Gyakorlatilag ez egy második életet csinálnak neked, vagy nem is tudom, hogy hogyan fejezem. Hát az azért ne legyen teljesen, az ember elfelejtse el a pro életet. Ez tehát... És azt mondom, már a Steam-en is rá is keresek, de nem látom még Steam-en, nincs fel. Nem, ezt nem Steam-en van egyébként, de most itt pont az ingyenes hétvégén. Csak rakják valamikor biztos. Akkor hát ezt honnan nem lehet? Honnan? Ma, ingyen, ma az alfát ki lehet próbálni, meg tegnap. Hát jó, hogy mondtad. Star Citizen. Ez a szám, magyar oldalt, azt már találtam. robertspaceindustries.com. Uh-huh. Egy pillanat. Hát ez érdekes, hogy ennyire, hogy miért nincs a Steam-en, tehát azért... Mert a Steam, mert ez egy saját költséget, és ez elindult az Kickstarter-en. Ez teljesen külön dolog, aha. Igen, de ezt mindjárt, itt belinkeltem. Hát akkor ez is így féli meddig, akkor. Nem, ez, figyelj, ez lehet, hogy indie, de... Vagy rohadt sok pénzt adtak rám, akkor végülis mindig. Figyelj, te nagyjából tisztában vagy azzal, hogy filmet mennyiből csinálnak meg, ugye? Tehát egy hollywoodi filmet mennyiből csinálnak meg, nem tudom, hogy tisztában vagy-e vele. Én nem vagyok vele tisztában egyébként. 200 millió mondjuk manapság, minimum, szinte lassan már, dollár. Igen, na most... Hát most figyelj, a Destiny meg a... 2015 más márciusi hír az, hogy Star Citizen finanszírozása 76 millió dollárnál jár. Az igen, mondjuk. De egyébként nem is néz ki rosszul, azt hittem, hogy valami elég jól néz ki, meg kell hagyni. Nem néz ki rosszul. Fogalmazunk így. Arról jól néz ki, hogy a gépem az mondjuk az igen. Lecsicsül. Ahogy maximum grafikán. Hát az azért mondom, hogy ez az félő, még már erre is vannak, azt hiszem, a Destiny, amíg az viszonylag sikert, bár akkor nem lett, mint vártál. Azt hiszem, az valami, nem is tudom, több száz millió, de meg nem mondom, 200-300 millió, a izé is valami 200 millió volt, a Star Wars Old Republic aztán viszonylag bukó. Hát nem mondom, hogy bukó, de eléggé. Tehát azért nem mindig ilyen siker, érted? De mondjuk ez úgy is néz ki, mert azok azért grafikailag nem voltak, mondjuk a Destiny nem nézett ki rosszul, de azért nem így. Tehát ez már grafikailag, audiovizuális minden szempontból toppon van. Elképesztő. Tehát... Ez tényleg, hú, ez jó lesz. Talán a Mass Effect 4 lehet hasonló, már kisebb szinten még így is, vagy nem Mass Effect 4, hanem mindenki Andromeda, mert már mégis nem 4 lesz. De arra mondják ezt, hogy
ott van teljesen szabad lesz, egy kicsit hasonló lesz, hogy lesz újra saját hajód, meg ilyen kis autó is, és akkor lehet minden újba jól menni. 2015 decemberében 100 milliót ért el Azért, a Star akkor most már itt 2-300-nál biztos van. Az igen. Akkor most már ilyen nagy költségvetésű film, a legnagyobb filmek most sem eléri a... Elképesztő mennyiségű sztárok lesznek benne, tehát sztárokat digitalizálnak. A szinkronhangok, meg digitalizálnak is, az igen. Iszonyatos, mi az Isten, küldetés, hatalmas küldetés lesz benne végig, hihetetlen sok lehetőséggel egy egész galaxist építenek nem föl. Nem ilyen generikus lesz annyira, hanem mindent. Hát csak nehogy az legyen, hogy mint a No Man's Sky-nál mondta kritikaként még, hogy teljesen random ugye, felépítés, és emiatt viszont nagyon sok a szinte ugyanolyan, hogy hasonló, nem ilyen unalmasra válik egy idő után. Na, hogy ez legyen, tudod. Hát, én megmondom őszintén, mondjuk hát... ez kicsit jobban néz ki annál, meg minden, de... Hát... Én nem tudom, hogy mi lesz ebből. Tehát igazából senki nem tudja, hogy mi lesz ebből. Hát most már nyilván, alfa van, mondjuk. Nyilván bármikor azt mondhatják, hogy hát, elfogyott a pénz, szevasztok. Hát, sajnos a Kickstarter-eseknél volt már nagyon sok. Még olyannál is volt, ami sikeres volt, ami egyszerűen értetlen hatalmas siker volt. És nézd meg, tehát kiszállsz az űrhajóból az űrben, megállsz az űrhajóddal, és bemész egy összeomlott, mint olyan izébe. Most volt itt a Gamescom, pont egy friss demo, azt nézem éppen, fú, nagyon durva. Azért nem kis pálya, mi? Hát. És ezekkel... De várjál, és akkor úgy, hogy akár ilyen, tehát egy egész csoport, tehát úgy, nem az, hogy egyedül beszállsz, mint egy-két ilyen single fél, hanem... Nem, vannak olyan űrhajók, amik 6 személyesek. Ja, azt mondom, ilyen, ami idézőjelben egy grup, meg olyan, és egy raidet tartalmaz, biztos lesznek majd ilyenek is, nem? Hát én nem tudom, hogy fog felépülni a játék, de... De ha egyszerűen... akkor már egy legalább egy grup, már egy ilyen WoW grup mondjuk az ugye összejöhet. De lesznek olyan űrhajók, amik 6 személyesek, tehát hogyha te mint én vagyok, vagytok 6 barát, és megveszitek az űrhajót 6-ra. Jó, na ez jó, az tök jó. Szuper. Tehát... Ez a jövő akkor tényleg. Hát és akkor ez, tehát egy ilyen után azt mondjuk, hogy World of Warcraft. Hát mondd már ki. Hát igen, akkor most elbizonyított a Warcraft-on, minek kezdjek bele. Hogyha esetleg ez megjelenik. De ez nem fog még megjelenni egyébként. Hát biztos... egy néhány évig biztos nem. 17-18-ra talán. Hát igen, szerintem. Addig a már azért talán a gépek is vinni fogják. Olyan űrhajó csomók vannak benne, én olvas utána, mert nagyon nagy csomó, tehát ilyen legek játéka ez, tehát a legnagyobb barom is ezzel ezt megvásárolta, nem is tudom, két, vagy ezer dollárért vett űrhajó csomó ja. Hozzá. Kettőt. Úgyhogy nyilván, tehát én, tehát egy ilyen, tehát ez a jövő. És mennyi, tehát... jó, mondjuk ez meg, lehet, hogy megéri, ez megéri a 60 eurót is. Hát, de... igen. Ezért kifizetném a 60 eurót, érted? És ezek után azt mondjuk, hogy No Man's Sky. És közben lesz egy ilyen élő világ is, mint az Oblivion, meg ezek ugye, az, meg ami a Skyrim, meg nézd, ami Witcher, mert úgy nézem, hogy tele van NPC-vel csak azért, mert látom. Igen. Tehát érdemes, hogyha nem tudom milyen géped van, érdemes letölteni az izéjét, a várját, melyik platform volt? Nem minden biztos, a magyar rajongón is rajta van, biztos. De rá, itt van, Gamescom Free Fly, click here, mindjárt belinkel. Ja, belinkel. Ja, figyelj, de itt most nézem, érdekes, két külön játékként érkezik majd, egy mostani hír, tehát, vagy lehet, hogy ma korábban is híród, de most... Igen, van a izé, van a... Star Citizen, meg lesz egy Squadron. Squadron 42, de az utána egybe lesz a kettő. Ja, tudják, mindenkit meg lehet venni, együtt 76, tehát akkor igazából... De most nem értem, akkor mi a kettő között a különbség, vagy ez? Az egyik az, azt hiszem, hogy a... Hú, nem akarok hülyeséget mondani, mert annyira nem vagyok profi ebben a játékban. Hát még mégse jelent. De talán az egyik, az ilyen FPS mód, másik meg az űrhajós mód, vagy az egyik a PvP mód, másik meg a PvE mód. De... Szerintető. De várj, itt a hivatalokról nézzük. Jó van. Na mindegy, és visszatér a WoW-ra, tehát az, hogy mi a jövő, tehát amikor ilyen kilátások vannak egy-két-három évben. Szálltam, hogy az űrhajókat külön is meg lehet venni, tehát még az a borsos áron. Igen. Egy te mondtál. Azt hiszem, hogy játékban lehet majd bevenni, de akkor ebben nagy pénz. Játékban is meg lehet venni majd ott saját játékbeli pénzért. És ezek után azt mondani, hogy a World of Warcraftnak mondjuk van jövője. Hát ez nehéz sajnos, most elbizonytalanítottad itt a esetleges új embereket ezzel. Nem, egyébként nem is nagy, nem nagy gépigénye egyáltalán, nem, hogy egy
Jött 2506, hát legalábbis az ajánlat jó, annál hogy a fullhoz biztos még több kell, de hát az ajánlat az i7 2500-as kell, legelső i7 gyakorlatilag, és GTX 670 meg 8 giga RAM, azt szerintem nem sok. Jó, én persze. Én... Ilyen látványhoz. Jó, mondjuk most ennél még lehet, hogy dupla mondjuk a full, mert az ajánlat az általában azt jelenti, hogy itt a high-on, medium-on megy. Hát én a legnagyobb grafikán nekem olyan, az én gépemen olyan 30, 25 és 30 FPS között mozgott, ugye ami azt jelenti, hogy 16 GB RAM, 8320-as húzott, tehát az van húzva processzor, ja, fő van húzva, és R9 280-as videókártya. Nem az X-es? X-es? De, X-es. Aha. Ez mi az X? Nem tudom. Hát van sima 280, a 280X. 280X. X az erősebb, ennyi. És... De most már nem így vannak a számozások, úgyhogy nem. Most már RX van, mert az elején van az X, de az lényegtelen. Az azt jelenti, hogy 10-es generáció, ugye 9-es volt az előző, ami nekem van a 39, vagy R9 380, és akkor így, ja. Na, és akkor gyakorlatilag nekem egy olyan 25-30 FPS-sel futott, de nem... Tehát... De hát azt nézd, hogy alfa, vagy még az se volt, nem tudom, most az alfát próbáltad? Hát ez alfa, igen. Azért mondom, hogy azért azt úgy kell nézni. Jó, nézem, nem is de olyan grafikája van, olyan grafikája van. Még egyszer mondom, olyan grafikája van, hogy azt se csodálnám, azt se csodálnám, hogyha... Amíg nőne is az igény, mi is még szebb lenne. Hát így van. Ott már ilyen egyébként, csak így megérzem. Ja, hát CryEngine-nel megy azért. Most nézem, ugye technikailag az a legjobb még ilyen pillanatban, és sőt, valószínűleg már Crytek 5-tel megy. Na most már 5. Szintje van. Nem tudom, mert nem írják, de... Az már támogatja 12, biztos fogja a Vulkan, ide a Vulkan direkt 12, tehát már gondolom, akkor mire megjelenik, biztos, hogy az lesz. Ja, hát az jó, mert azok mondom, ahol optimalizálták, vagy GeForce-ra, Ryzen Top Raider-nél, vagy az Atira, Ott gyorsabb volt a 12, mint a 11, és szebb is valamennyivel, most nem tudom mennyivel, de elve nem olyan sokkal még, de ez ugye változni fog, úgyhogy akkor ez a játék csak szépülni fog valószínűleg. És nem lehet tovább szépülni, mert akkor az olyan, mintha a valóságban lenne. Ah, mondjuk az igaz. De most nézem, hogy 119 millió dollár ment már el egészen idén augusztusig, úgyhogy és ez még nőni fog. És nézd végig erről egy videót, és talán nézd meg, utána indítsd el a World of Warcraft. Most az elbizonytalanítottál. Én nem akarok elbizonytalanítani, mert nyilván ez még lehet, hogy 2 éven keresztül. Tehát lehet, hogy addig a WoW-ból még ilyen 2. De most nem, ez még csak a 4-es, legalábbis 14-es legújabb hír alapján, csak a 4-es CryEngine, vagy ki tudja, az átálltak a még csak idén megjelenő 5-ösre. Ami ilyen egyébként, nem tudom, láttad, de ha már ilyen szép játékokról beszélsz, a Deliverance the Kingdom Come, vagy valami ilyesmi, hogy most nem tudok érteni. Talán egy videót csinált. Na hát az ilyen CryEngine legújabb, hát most már nem a legújabb, de még eddig a legújabb van, és csak itt nézett az ember, hogy mi van. Ez ugye az meg ilyen középkor szimulátor. És valami 10, vagy 56 nézetkilométer lesz benne, vagy mennyi. És teljesen úgy lemodellezve, hogy az eredeti, tehát ahogy, ami most is megvan, csak hát persze valamilyen gondolom, idézőben másítottak rajta, öregítettek rajta, hogy nem tudtad a középkori változata, de ugyanaz a helyszín, ma is megvan, hogy az a helyszínen le van modellezve, és iszonyat, és egyre jobb, ez például szebb lett, és egyre több dolgot raktak be, hogy ment az idő, mert az is eltolták kétszer egyébként, úgyhogy félek, hogy ezt is eltolják, még párszor. Na mindegy, úgyhogy ez a játék most jelen pillanatban az, ami talán számomra megváltoztatja, ja, és a játékot. Fog mondjuk, inkább ez nem érdekel, de VR-t. Hát szerintem a VR-ban nagyon sok potenciál nem nagyon van egyébként. Tehát jó, nyilván, hogyha valaki 13 éves, és van egy saját szobája, és hazamegy, és el tudja azt képzelni a saját életéről, hogy hazamegy, fölkapja a sisakot, és ott 3 órán keresztül sisakba játszik. Tehát én is el tudtam volna képzelni 13, 15, 16 éves koromban ezt az életét. De azok az emberek, akik tudnak fizetni a játékért, tudnak fizetni a felszerelésért, azok felnőtt emberek. Azok nem fognak hazamenni, és amikor van egy gyereked, akkor fölvenni egy sisakot. Ja. Ez érdekes dolgok ezek. Ez a félelem, ami régen már a hogy hívják, a filmekben is előjött ez a virtuális valóság, tehát ez itt elvégén még elő fog jönni. Hát,
Hát, én nem hiszem, tehát én ennél sokkal intelligensebben tartom az embereket. Ugyanúgy, hogy a 3D, ez is el fog tűnni a sülyeztőben, nagyon-nagyon-nagyon. Hát már most üledezik mindenhol, úgyhogy... Hát nem lesznek, tehát amikor látják az Amerikában csökken nagyon hogy a dolog. Rá kell fejleszteni egy játékra 3 millió dollárt azért, hogy VR kompatibilis legyen, és az ember nem fogja megvásárolni azt a verziót, vagy azt a játékot. Igen. Hát mondom, a tévénél már kihalt a 3D, és tehát itt is lett ez hosszabb támogat, és elhal ki. Hát hogyne, hát megvettem a 3D-s tévét, amikor megvettük, akkor néztünk rá egy 3D-s filmet, azóta egyszerűen kapcsoltuk be a 3D-s. Mondjuk én nekem, én nem is, nagy részeket nem is szeretem, hanem meg a sötétét is lehetne sorolni a dolgokat. Emberek némelyiknek megfájdul a feje, én sose szerettem. Általában én a VR-nál is megfájdul sok a feje, azt hiszem, hogy idegesítő meg. Hát nyilván nem könnyű ezt az ember személynek meg agyának fölfogni, de mondjuk, tehát én nem azért, én tényleg, tehát én tényleg hát azért, hogy nem akarok egy bödönnel a fejemen ülni. Igen. Otthon itt a feleséged mellett, nem? Így van. Itt van előttem a két monitor, egyiken ez fut, másikon az fut, ezt csinálom, azt csinálom. Körülnézek, gyerekem idejön, megsimogatom a fejét, hát mosolyogom, arrébb megyek. Ne a VR-csimogás, hanem a... De nem vagyok én technika ellenes, tehát akinek ez bejön, hát ez csinálja nyugodtan. Én csak attól, tehát nem félek, mert szerintem bukás lesz. Csak egy dolog ne legyen, hogy utána kötelező igen, igen, azt én is ettől félek, mint egy, ezt mondtam. Mint akkor egy... a játékok csak azon mennek majd, ja, nem. De én nem hiszem, hogy idáig ne, egyelőre nagyon nem így néz ki egyébként szerintem, de reméljük, hogy nem ez lesz akkor. Tehát én szerintem, aki meg akarta venni a VR-t magának, az már megvette. Nem hiszem, hogy ennél több... De utána az is elhal, mert amikor már nem lesz rá kereset, nem lesz az a tömeg, hogy mondtad, hogy a vonal, hogy beszippantja, a kisebb tömegből lesz a nagyobb tömeg idő után, ahogy egyre több ugye hirdető lesz idézőjelben. De hát ez egyelőre nincsen, mert kevesen vették meg. Tehát egy után elhal a dolog, és akkor már azok sem használják tudod, akik nem tudnak idézőben hencegni vele, és lehetne sorolni. Tehát ez be fog halni egy idő után, érted? Ez az én véleményem, de azt majd meglátjuk. Most sokan, akik használtak az Oculus Riftet, a VR-t, most már kidobták a placra, vagy eladták. Tehát ez a tapasztalat. Ja, úgyhogy na hát ennyit meséltünk, beszélgettünk itt a Hobról jövőjéről, meg kicsit az Ameuruk jövőjéről is, úgyhogy remélem tetszett a nézőknek a mai adás. Köszönöm Hagymának, Hagymalovagnak itt a hát egy másfél órás beszélgetés elég elhúzódott. De én szerintem egyébként egy nagyon-nagyon érdekes podcast lett ez, és szerintem nagyon sokan fogják végighallgatni, és innen üdvözlök mindenkit, és köszönöm szépen, és hogy meghívtál, és hogy... Én is köszönöm, mert hát látom egyre több a videó, úgyhogy beindult a csatorna. Hát még az túlzás, hogy beindult a csatorna, de szépen lassan, fogazatosan fejlődünk igazából, semmi extra, hát ahogy az időmből telik, úgysem videókat, nyilván még mindig vannak dolgok, amiket meg kell tanulni, hát szépen tanulgatom, aztán szépen növekszik. Lassan elérem a 200 feliratkozót. Na hát akkor... Múltkor mi mennyi volt? 70? Vagy valahogy úgy, amikor beszélgettünk, nem? Ha jól emlékszem. Hát szerintem kb-ja. Vagy 50, valahogy így 50-70. Az akkor az már négyszereződés. Hát akkor igen. Néhány hónapja volt talán, vagy hogyan, tehát... Elég sok, tehát nem is tudom, az elmúlt... Ugye... Hát most ugye sebességről beszélünk, én nem nagyon követem igazából, csak mindig örülök, amikor mindig föliratkozik mindig valaki egy-kettő. Ja, hát én csak úgy nem tudtam nézni. Hetente ilyen 10 szokott föliratkozni szerintem kb. Úgyhogy... Hát az is egész jó már. Hát főleg a vezetekhez képest gondolom. Meg nyilván minél több feliratkozó lesz, annál több reakció lesz a videókra. Minél több reakció van a videókra, annál előre fogja sorolni a Google-i, a YouTube-on. A keresési szavakra, és szépen egyre többen fognak feliratkozni. A reakciók alapján ezt nem is figyeltem. Persze. Hát meg gondolom megtekintés alapján is biztos. Megtekintés, reakciók, a like, a dislike egyébként ilyen szempontból tök mindegy. Az mindegy. Jó. Úgyhogy ilyen. Ja, hát reméljük, hogy akkor továbbra is ilyen felnövekvő siker lesz. Biztos vagyok benne, biztos vagyok benne. Köszönöm szépen. Ja, hogyha búcsúzunk a nézőktől, köszönjük a figyelmet. Aztán még esetleg legközelebb majd lesz valami újabb ilyen témabeszélgetés, akkor mert természetesen várnak, de hát majd úgy szólok akkor. Persze, persze, szívesen jövök. Ja. Ja, hát köszönöm, akkor búcsúzunk a nézőktől, sziasztok! Sziasztok!